press start. Vége van a nyárnak, hűvös szelek járnak, ideje volt már egy kezdőkör adásnak, ezzel a Glázser Bozsói kis sziporkával indítom a szezont, jó estét kívánok, ez itt a kezdőkör, hosszas nyári szünet után úgy gondoltuk, hogy megint van miről beszélni a fehérvári és tágabb értelemben a magyar, sőt az univerzális sport kapcsán. Ugyanakkor szomorú szívvel kell mondanom, hogy a megszokott főcím egyik fele az tulajdonképpen már nem érvényes, de kegyeleti okokból is, mert ennek a műsornak tulajdonképpen az ötlet gazdájáról van szó, úgy döntöttünk, hogy nem változtatunk, és azért sem, mert Kaiser Tamást, akinek az arcát és a mosolyát láthatjuk itt a főcímben, azért vendégként majd még visszavárjuk. Az igazság azonban az, hogy ő most nyáron távozott a Média Centrumtól, nagyon sajnáljuk, és hát reméljük, hogy azért a szellemét sikerül majd itt megidézni, mondjuk amikor a Manchester Unitedről vagy a Forma 1-ről beszélgetünk, mert hát azért téma így is van bőven, úgyhogy bele is vágunk szezonbeli első adásunkba, amelynek vendége itt a kezdőkörben Beke Zsombor, a Fejér megyei hírlap és a FEOL újságírója, a Farkas Szilárd kollégánk a Média Centrumból, és a FEOL, és a hírlap, és a Média Centrum Európa válogatott klasszis a német Krisztián. Sziasztok! Hát hogy telt a nyár? Kinek volt valami komolyan sportos élménye? Akár személyes részvétellel, akár csak nézőként? Nekem nézőként lehetőségem volt végignézni egy szülést egészen közelről. Gratulálunk! Köszönöm szépen! Hát azóta már fejlődik a baba, és hétvégén megtekintette az első Forma 1-es futamát, amit éppen beszélgettünk, hogy valószínűleg azért tetszett neki annyira, mert ugye villóztak a fények, és a motorhang is egy kicsit megnyugtatta, de nem aludt el közben, majdnem, hogy végignézte Mirko baba az első Forma 1-es futamát, sajnos Hamilton kiesett, én nem annyira figyeltem oda, de ő nézte helyettem is. Mindenesetre ez a sport teljesítmény, hogy részt vettél egy szülésen, ez nagyon dicséretes, de gyanítom, hogy a feleségednek volt igazi teljesítmény. Mert nem nagyon, én drukkoltam az oldalon. Nem nagyon olvastam egy kimutatást, hogy hány kilozsúl energia, vagy mi égetődik el egy szülés kapcsán, de szerintem azért egy minimum fél maraton lefutásával felér, úgyhogy ezúttal is gratulálunk az anyukának is. Én is, még mindig. Krisztián, te nem szültél a nyáron? Nem, de... Még egy kicsit hordod, ahogy nézel. De még jó, hogy mondod, mert el fog kezdeni fogyókúrázni. Ja, nem, már nem. Tényleg. De ennek a műsorok ez az egyik image, hogy itt ülsz teljes terjedelemben. Nem. Teljes terjedelemben már nem sokáig tudok, mert leadok majd párkét, mert már nem sok. Szereti sportolni inkább? Azt mondom, kellene, igen. Térdügyben egyeztetek a orvosokkal, és aztán majd elkezdek majd valami sportot. Igen. Vannak tér nélkül üszhető sportok, csak a fogyókúrás hasztuk egy kicsit. Igen. A saknak, vagy a gombcsac. Ne aggódjál, mert a tévében mindenki egy kicsit nagyobbnak tűnik, tehát te se vagyál mekkora igazából. Hát én visszanéztem már korábbi adásokat miattatok, és hát látom magam, de hát nézd meg. Az már terjedelem. Zsombor most fogyott egyébként. Ezért fogunk meghívni sokszor, hogy lássad a követendő példát magad elő. Zsombor egyébként közben ugye részben egy kicsit állást is váltott, hiszen a hokisokhoz szerződött, bár nem tudom, hogy ez pontosan mikor történt, szerintem azóta nem jártál itt, viszont nem egy nyári sportról van szó, úgyhogy nem tudom, hogy neked volt-e bármiféle komoly sportos élményed itt a nyár folyamán? Hát, nyár folyam maximum a vidi európai konferencialiga selejtezői volt itt hazai pályán élmény. Nyáron a sport az kicsit háttérbe szorult, mármint az, hogy élőben elutazzak bárhova, inkább a koncerteké volt a főszerep, de azért rajta tartottam a sport ütőerén a kezemet. Hát ami engem illeti, én futottam azért a nyáron is, bár korán sem annyit, amennyit igazából szeretnék, meg amennyit szoktam régebben, meg hát az úszás az azért természetesen ilyenkor is játszik, hiszen a nyárnak mégiscsak az az egyik szezon sportja, úgyhogy gondolom ezért azért a strandolással ti is néha ennek hódoltatok. De hát akkor kezdjük is azzal, amire most már Zsombor ugye finoman célzott a Vidivel, nem tudunk nem erről beszélni, mert hogyha azt mondjuk, hogy szezon eleje, akkor tulajdonképpen a labdarúgásban ez már nem is annyira az eleje, hiszen már el is köszönt a nemzetközi porondról a MOL Fehérvár, ami önmagában
nem mondanám, hogy akkora kudarc, vagy olyan nagy negatív szenzáció lenne. Sajnos hozzá szoktunk, hogy a magyar csapatok azért adott esetben már az augusztus végét sem feltétlenül élik meg. Most azért adódott egy majdhogy nem történelmi esély ugye azzal, hogy akár két magyar csapat is ott legyen az európai csoportkörben. Ez a Ferencvárosnak már szinte kötelező, ráadásul megint olyan sorsolást kaptak, amivel szerintem az a csoda, hogy a BL küszöbére nem tudtak odalépni, mert legalább egy Viktória Pilsennel azért játszaniuk kellett volna, de hát nekik a kabala ugye nem jött be. És hát ott volt a Vidi, amelynek pedig mondhatnánk, hogy papírforma a playoffos búcsúja, de azért egy kölni győzelem volt ennek az első meccse, és szerintem akkor azért voltak, vagy voltunk, akik elhittük, hogy itt emlékezve korábbi bravúrokra, akár egy Bordeaux elleni győzelemre, akár egy Malmö, egy Ludogorec kiverésére, hogy akár összejöhet, ráadásul a konferencia ligában, ahol akkora bravúr azért nem kell hozzá. Hogyan éltétek meg ezt a párharcot? Beszéljünk akkor először az európai szereplésről, hiszen mondhatjuk, hogy a két kötelező kört azt hozta a Fehérvár, és hát a Köln ellen is egész közel volt, úgy tűnt a bravúr. Én egyszerre féltem is a visszavágótól, meg vártam is, mert ugye Kölnbe nyertünk ugyan, de azért azt látni kellett, hogy a második fél időben a ember előnyben is beszorult a Vidi a Köln ellen, úgyhogy én ebből a szempontból tartottam a visszavágottól, ami végül is bejött sajnos, mert kiestünk, de ott meg az zavart, hogy nem játszottunk jól, de így is több helyzetünk volt, mint a németeknek. És talán ez az egészben a bosszantó, hogy a három gólból kettő szöglet után kaptuk, amit ki lehetett volna védekezni, amire fel lehet készülni, tehát nem egy szép akció, lefociztak minket sakmatra, hanem egy olyan szituációkból kaptunk két gólt, kapott a csapat, amit ki lehetett volna védekezni. Tehát ebből a szempontból bosszantó ez a kölni dolog. Benne volt a csoportkör, még szerintem 2-0-nál is, talán a Budunak volt helyzete, meg még 0-0-nál is volt, de hát ez most sajnos megint így sikerült. Szerintem összességében nem volt sajnos meglepetés, hogy kiesett a Vidit a második mérkőzés után ugye 3-0-val. Az inkább meglepetés volt, még ha győzelem is ugye a 2-1-es siker Kölnben. Ugye azt tudjuk, hogy ember előnyből szereztük meg ezt a győzelmet, ami nagyon szép teljesítmény, de azt hiszem, hogy éppen ezért erőn alul teljesített talán a Köln, vagy erőn felül a Fehérvár, ez most már mindegy is, a győzelem az győzelem, a 2-1 az 2-1, viszont azt hiszem a második mérkőzésen megmutatkozott a szintbeli különbség a Bundesliga és a magyar bajnokság között. Még akkor is voltak helyzeteink. Én a magam részéről többet és jobbat vártam a Viditől. Azért én azt gondolom, hogy ez azért egy ilyen igazi futballünnep feeling volt itt Székesfehérváron. Mindenki nagyon komoly érzésekkel várta ezt a mérkőzést. A stadionon kívül és belül tegyük így hozzá, van. Mert ahogy itt Fehérvár kinézett, az tényleg nem azt mondom, hogy megismételhetetlen, de nem sűrűjön el, nem tudom, 3-4 ezer a várost kvázi megszálló vendégszurkoló. Akiknek a segítségével ugye végül is megtelt a MOL Aréna sorstó, bárha nem jöttek volna ennyien, szerintem talán azok a jegyek is elmentek volna, de ebben nem vagyok biztos, ebben ne is menjünk bele. A lényeg, hogy nagyon komoly hangulat volt, nagyon komoly felfokozott várakozás előzte meg ezt a mérkőzést. Előnyben voltunk, és én azt láttam, hogy egyszerűen valahogy nem nagyon mernek futballozni. Kijöttek a második fél időre, még le se jutak a nézők, a szurkolók, mikor visszajöttek a büféből, és már kettővel ment a Köln, még egy becsúszott a végén, és most hirtelen kidurrant ez a felhő, és hát egyszer csak azt látjuk, hogy az utolsó előtti helyen állunk az NB1-ben. Erre még rátérünk az NB1-re. Örülök, hogy ezt mondta Krisztián, mert nekem az volt igazából zavaró ebben a visszavágóban, de hogyha belegondolok az egész két meccses párharcban, hogy jól lehet, mindig amikor elért valami komoly eredményt, egy csoportkört a Fehérvár, azt valóban a nagyon szervezett védekezésre, a labdaszerzésekre, a kevés esély jó kihasználására építette, és tulajdonképpen tök jó, hogy ezzel az alapállással megyünk fel egy Bundesliga 7. helyezett csapat ellen, azért az mégiscsak egy európai csúcsligának a felső közép csapata. De mégis azt éreztem, hogy ebben a Kölnben semmi olyan nem volt, ami mondjuk annak idején a Malmö vagy a Ludogorec ellen lett volna. Tehát, hogy ugyanaz a szint körülbelül, amit egy tökös, kellően vagány, akár egyénileg is ilyen hozzáállással ne lehetett volna megtörni,
vagy kihasználni az ő szerintem egyébként meglévő nagy képűségüket, magabiztosságukat kissé megrogyasztani. Pont azt nem éreztem az első meccsen sem, ahol tényleg 75 percet ember, vagy hát nem annyit, de 70-et közel ember előnyben játszott a Vidi. És a második fél időben ez a totális visszaállás, meg sem próbáltunk labdát birtokolni, meg sem próbáltuk egy létszám hátrányba nyilván fáradó ellenfélre rámenni mondjuk a 80. perc környékén, rugni még egyet, és tényleg totál kiütni őket. Ez a hazai első fél időben, meg őszintén mondom, a pálya szélén voltam ugye a meccs elején, Krisztián meg a magasból valahol, aztán a kettő között lehet biztos ideálisan látni, de egyszerűen én nem értettem, hogy itt valami félelem van, túlzott beszarás már, bocsánat, hogy ezt mondom, vagy túlzottan arra játszani, hogy ez az eredmény még mindig nekünk jó, még mindig idegeskedjen a Köln, még mindig csak ússzuk meg gól nélkül. A második fél időben kiderült, hogy még egy fáradó Vidi is simán a Köln mögé tud kerülni, tud dinamizmust vinni a támadásaiba, és hát egy-két esetben kapus bravúr meg szerencse mentette meg a Kölnt. Tehát akár arra is hivatkozhatnánk, hogy kis szerencse kellett volna. De nem tudom, hogyha az első perctől megvan ez a hozzáállás, hogy jó, úgy jön ide a Köln, hogy nekik kell gólt rugni, de meglepjük őket azzal, hogy akkor letámadunk, és mi megyünk nekik, és mi rúgjuk a gólt. Az az igazság, hogy a Kisvárda, ugye, amely egy körrel korábban búcsúzott, 3-0-ás hátrányban volt, és otthon nem 10 000 ember, hanem nem tudom hány ezeren fértek be a Várkerti stadionba, de lefociszta az ellenfelet a pályára, úgyhogy totálisan hátrányban voltak, és mertek, tökösek voltak, meg voltak elől az egyéni villanások, meg mindenütt, és tök jól néztek ki. Tulajdonképpen azt is mondhatnánk, hogy továbbjutást érdemeltek volna, mert azért nem mindennapi tett, amit végrehajtottak. És szerintem ez a Vidinél kvalitásban belefért volna. Ez azért kellett volna, tehát... Hát az gondolom, hogy ezen fogunk megint, mint az előző szezonban még sokat beszélgetni, hogy milyen kvalitások vannak itt valójában. Hát Zivzivadze adott egy kötényt is az egyik Kölninek, igaz, hogy szerintem akkor kettővel ment a Köln, de hogy tehát, hogy még akkor is, mikor 2-2 volt összesítésben, én nem értettem én sem, hogy te is mondtad, hogy mi a terv. Tehát, hogy itt azért még van szansz. Nagyon közel szansz a pályához, most tényleg nem akarok senkit kipécézni, és nem mondok direkt játékos, de még ilyen egyéni félelmet is láttam néha. Tehát ez a labdával való tökéletes alibi, hogy nyilván tudjuk a sablonokat, hogy most én hozzám fogják, mikor hátulról akarjuk kihozni a labdát, és így ez a kapustól indul manapság, szélső hátvédek, pontosan tudod, hogy milyen figura van megrajzolva, és mégis pánikot látsz a játékos arcán, mikor tudja, hogy most ő fog ebbe benne kerülni, és aztán fölrúgja a francba valahova előre a labdát, csak hogy szabaduljunk tőle alapon. Nyilván ezzel a hozzáállással ma már egy tényleg tökéletesen képzett iparosokból álló ellenfellel nem lehet mit kezdeni. Ezeket meg lehetett azért rajzolni, meg lehetett lepni, nem voltak ezek akkora klasszisok. A legjobb góllövőjüket eladták ugye a párharc előtt a Dortmundnak, tehát még csak azt sem mondott, hogy valami egyéni félelmetes képességű játékos lett volna benne. És nem értem őszintén szólva, mintha azt mondta volna Mihály Boris a meccs után, hogy hát az volt a terv, hogy az elején azért, és ott volt talán egy oldalról belült labda, amiről épp hogy lemaradt Zivzivadze, de ezt leszámítva nem láttam, hogy a Vidi tényleg azt akarta volna, hogy itt az elején meglepni a Kölnt. Pedig még a szurkolóikat is el lehetett volna némítani egy ütős kezdéssel. Hát ez Kölnben abszolút sikerült. Nem nagyon láttam át, hogy mi a terv, és tényleg egy gólos előnyből így leadni, mert egyébként, hogyha úgy esünk ki, hogy tényleg egy nüanszon múlik, egy zicseren, és akkor mondjuk 3-2-vel tovább megy a Köln, vagy büntetőkkel, vagy bármi, akkor azt mondjuk, hogy hát gyerekek, ez most ennyi volt. Na de hát lőttek 3 gólt. Az azért sok, és hát abból a harmadikban nyilván az már csak a kegyelem döfés volt, és azért a 2-0-nál ott tényleg volt két olyan helyzet, Zivzivadze, aki tényleg egyénileg szerintem simán volt olyan játékos, mint ezeknél a Kölnieknél a legtöbb. Ott kétszer is nagy kapus bravúr mentette meg a Kölnt. Bennem őszintén felmerült, hogy lesz egy jó kis hosszabbítás, van azért a Vidi történelmében hagyománya, hogy európai kupa meccsen akár a 11-esekig elmegy a dolog. Trabzonspor ellen Európa Ligában 2-0-0 után volt talán 11-es párbaj. Igen, itt igen. Van. És akkor én kivoltam azon a meccsen Trabzonban, ugye majd most a Fradinak lesz az érdekes az a stadion, ahol egyébként igen, a Paulo Sousa féle Vidi ezzel a nagyon szervezett játékkal. Hát ott is azt mondtam, hogy akár még lehetett volna jobb is, de ezzel a 2-0-0-al meg a 11-esekkel. Hozzá kell tennem, hogy ugye a Manchester United, a Trabzon, és aztán azóta egyszer még a Reims ellen játszott európai
porondon 11-es párbajt a Vidi, és mind a hármat megnyerte. Tehát még az is benne volt, hogy elmegyünk a 11-esekig, nyilván német csapat ellen azért az nem feltétlenül mindig jó, mert nagyon jól rúgják, de hogy hátha, és megvolt rá az esély. És ezért sajnáltam, mert a harmadik gól nem érdekes, tényleg 90-valányadik percben jössz már elő, fáradt is volt a csapat, látszott, hogy ott már kifogyott azért a muníció, de hogy ha a 60. meg a 70. között tudunk így focizni, akkor az elején miért nem? Tehát akkor miért volt ez a túl alibizős dolog? Igen, először is köszönöm szépen, hogy valahogy mégiscsak sikerült megemlíteni a Manchester Unitedot. Ne aggódj, még a kis negatíve is. De és azt hiszem, amire az előző a mondatot elején elnézést kértél, hogy hát voltak szarva egy kicsit a játékosok. Azért nem kell elnézést kérni, mert Fiola Attila ugye ugyanezt mondta a mérkőzés után, hogy a mérkőzés elején sajnos ez volt a helyzet. És én azt hiszem, hogy éppen ezért, és ők is pontosan tudják, hogy gyakorlatilag ezen ment el a mérkőzés, mert egyszerűen nem tudták felvenni a ritmust. Én ugye ott voltam a kölni sajtótájékoztatón a mérkőzés előtt egy nappal, és ott tényleg nagyon-nagyon lazán, nagyon-nagyon felszabadultan nyilatkozott mind az edző, mind a játékos, tehát úgy nézett ki, hogy pontosan tudják, hova jönnek, megjöttek és otthon érzik magukat, egyáltalán nem érezték azt, hogy ők most ahhoz a csapathoz jöttek, akiktől kikaptak egyébként 2-1-re az első fordulóban. Hát tudták, hogy ők kicsodák. Bundesliga csapatban csapatnak az, hogy most van 10 000 néző a stadionban, meg hogy hátrányban vagyunk, tehát ez önmagában nem állítja a falhoz őket. Viszont az érdekel például, hogy a fehérvári játékosokra milyen hatással lehetett ez a közeg. A kinti meccsen elmondták, hogy életük élménye, szenzáció, mindig így kéne, meg ilyen hangulatban focizni. Hát ezt most megkapták itthon, de minthogyha ebben a bizonyos babszem effektusban még ez is benne lett volna, nem? Tehát hogy talán túlzottan is őket jobban nyomta ez az óriási hangulat és elvárás. Ezt akartam mondani, hogy nyomta őket a tét, igen, ha nem mondod ki, én mondom ki. Hát... gyakorlatilag ez tényleg így volt, hogy akkora felbuzdulás volt a városban, és én annyira szomorú voltam, mert nagyon régen láttam már ilyet, hogy a mérkőzést együtt néztük családdal, és amikor hazamentünk, akkor a Balatoni úton rengeteg szurkoló ballagott haza szomorúan, de tele volt mind a két oldalon. És ilyet már régen láttam, ezek az emberek örömködve is mehettek volna hazafelé, és akkor gondolom reggelig tartott volna a buli a városban. Tehát rossz volt látni, hogy ennyi ember kullog hazafelé szomorúan. Csak hát miért nyomta annyira tét a játékosokat? Azért a keret fele, akár válogatott szinten, akár már a Vidiben klub szinten volt csoportkörbe, akár a négót lehetne említeni. Tehát, hogy én ezt a részét nem teljesen értettem, hogy tényleg azért nem 20 éves játékosokkal álltunk ki, tehát nemzetközi tapasztalattal is rendelkező játékosaink vannak, hogy ez miért volt egy akkora tét most. Jó, nyilván európai csoportkör, meg 2-1 után szerette volna mindenki, hogy bejutsunk, de hogy ezt a részét meg én nem értettem. Az igazság, hogy egy csapaton azért szerintem lehet érezni, hogyha ott van bennük, meg úgy egyébként a csapatban ez a flow, amit így érzed, hogy megy a játék, és hogy játszanak, és hogy azért úgy egybe vannak. Én ezt nem különösebben éreztem. Nagyon érdekes volt, hogy előző körben ezt a moldáv ifi csapatot gyakorlatilag tényleg 11 hazai játékossal felálló, csupa fiatal gyerekeket jól megvertük. Utána meg a Honvédot, amelyik körülbelül úgy játszott, mintha tényleg szintén valami amatőr bajnokságból szalajtották volna néhány szituációban, ugye egymással vitatkozgattak, miközben megkontrázták őket, meg gyönyörű gólt lőtt Dárdai Palkó, de körülbelül edzésen nincs ennyi helye meg ideje ellőni, tehát hogy és ezeknek a győzelmeknek az értékét vitatom, csak akkor azt lehetett hallani, hogy tök jó a hangulat a csapatban, jönnek a sikerek, ez egy jó szezon lesz, és ez a fajta vagányság, ez a fajta tényleg akkor terhektől mentes hozzáállás, ez meg így nem lehet itt kvalitásokról beszélni, de ha már Fiolát említetted, őrá is persze el lehet mondani sokszor, hogy mennyire képzelt, vagy hogy milyen szintű, vagy hol állná meg komolyan a helyét, de neki például ez a fajta keménység, határozottság, tökösség, ez megvan a futballjában. Azt láttuk, hogy Dárda is, aki mondjuk nem a magyar futball neveltje, ő tud ilyen szinten is megfelelő dinamizmussal, eltökéltséggel focizni. Zivzivadze tök szépen megfirkálta 2-3-szor a németeket, és a többieknél éreztem ezt, hogy mondom, vagy edzői utasításra kapott túlzott visszafogottság, vagy valami más ok miatt, ez nem jött össze.
Hát sajnáljuk nagyon, mert ezzel együtt persze egy Kölnnel szemben ki lehet esni. Azóta láttuk, hogy milyen csoportba kerültek. Most lehet játszani a gondolattal, hogy lenne még itt legalább három jó nemzetközi meccs a stadionban. És azt remélni, hogy a jövőre, amikor egyébként ennek a szereplőnek is köszönhetően ilyen rekord koeficienssel rendelkezik a Fehérvár, tehát ha azt feltételezzük, hogy legközelebb neki megy megint egy európai selejtezőnek, vélhetően akár mind a három körben kiemelt lehetne. Csak hát az a nagy probléma, és akkor itt rátérhetünk a Vidi másik. Az utolsó előtti hely. Hát igen, tehát hogy úgy beszélünk a Köln elleni párharcról, mintha egy Bundesliga hetedikkel szemben miért nem jutottunk tovább, és aztán ránézünk a táblázatra, és azt látjuk, hogy a magyar bajnokságban gyakorlatilag utolsó előtti helyen áll a Vidi. Hát nem tudom, hogy van erre észszerű magyarázat. Elmennek Fehérvárról, és mint a régi legrosszabb időkben, még egyébként egészen kiváló Vidiknek is, amikre nem is emlékezhettek, az én fiatal koromból jellemzője volt, hogy itthon bárkit, és aztán idegenben meg lengettük az ászlót, ha az X összejött. Hát ez most ilyen, pedig hát azért őszintén szólva... Hát nyilván, ha most benn lennénk a csoportkörbe, igazából azt mondanánk, hogy üsse kavics. Csak hát nem vagyunk ott. Szerintem azért a kölni meccsre ráment a Ferencváros elleni idegenbeli rangadó, még akkor is, ha tudjuk, meg látjuk, hogy a Ferencváros minőségben ebben a szezonban is többet meg jobbat képvisel, mint a MOL-Fehérvár, sajnos. Én azt gondolom egyébként, bocsánat csak, hogy például ez ellen a Köln ellen a Fradinak minden esélye meg lett volna arra, mondjuk Fradi pár harcot nyerjen. Van jó néhány csapat most már Európában, akinek, vagy nagyobb csapat, amely ellen a Fradinak esélye van, ezt látni kell, és ezt meg kell ismerni. Hajzi biztos örül, mikor nézi ezt az adást. Mondtam, hogy megidézzük a szellemét néhányszor. De hogy tényleg ez van, szóval szerintem a Fradi meccset szerintem úgy elengedték valamelyest. Ez a legutóbbi meccs, meg ennek a Köln elleni hazai soknak az eredménye szerintem. Igen? És akkor minden oké? Nem. De ez a kettő szerintem összefüggésben van ezzel a... Hát ugye Pakson is kikapott a csapat az első fordulóban. Na, az csúnya volt. Kikapott Kisvárdán, most nem is jut eszembe a harmadik idegenbeli meccsünk, ami szintén nulla pontos. És hát oké, hogy itthon közben megvertük ezt a derék honvédot, amelyik szintén alig tud meccset nyerni a bajnokságban. Igen, lehet mondani, hogy volt eddig dupla terhelés, bár ugye például a Köln elleni visszavág előtt azért halasztottunk. És majd most ezután akkor már csak erre kell koncentrálni, de nem tűnik nekem olyan túl mélynek sem ez a keret, megint voltak azért jelentős mozgások. Mindenesetre mielőtt folytatnánk akkor az erről való eszmecserét, azt nézzük meg, tegnap Szilárd kiment Megyeri Zoli operatőr kollégánkkal ide a Fehérvári főutcára, hogy itt vajon találnak-e olyan embert, akinek véleménye van a Vidiről, hát találtak. Úgyhogy nézzük meg, hogy a fehérváriak hogyan értékelik a csapat eddigi szereplését. Összességében azért reménykeltő szerintem, avval együtt, hogy nem állnak valami előkelő helyen, de úgy veszem észre, hogy meglehetősen nagy a lelkesedés bennük, és a szakvezetés is én úgy gondolom, hogy ért ahhoz, amit csinál. Fiatalok is vannak bőséggel bizalommal a Vidibe, úgyhogy van remény rá, hogy talán a következő mérkőzésükön nem kapnak ki ilyen formában, mint ahogy legutóbb. Hát drukkolok nekik. Megmondom nektek, hogy most jó ahhoz képest, hogy Köln jött. Köln ahhoz nagyon jó játékot játszott a Köln, de viszont a Vidi hát gyenge volt ahhoz képest, hogy amit vártunk, úgymond. Mert két játékost, amit én elvártam, az a Fiola, az tényleg ő teljesített, meg a Zizivadze, még ő tényleg, az a két játékos, amit én elvártam, ők teljesítettek nagyon jó, de viszont mégis nem volt elég. De hajrá, Vidi! Mint kéne változtatni? Csapatot összetételen szerintem. Nagyon elkeserülti, ahogy szerepelnek. Ilyen játékosokkal, akik itt vannak, nem tudom, most az edzőben van-e a baj, de itt van az a Zizivadze, de tegnap se semmit se csináltak. A Kodróna most már. Mi lehet a megoldás? A jó játékosokat, hát nem tudom. Visszavenni a fizetésből nekik, aztán majd esetleg is harcolnak, vagy valami.
Ugye most, hogy kiekerültünk a nemzetközi kupákból, így a teljes fókusz mehet a bajnokságra, és ezért szerintem jobban fognak állni pár forduló következtében. Én világ életemben vidis voltam, tehát rosszat akkor sem mondanák, ha így lenne. Én hiszem, hogy ők feljavulnak, most már tendenciát vannak, úgyhogy remélem nagyon, hogy előrébb jutunk. Mi kell ahhoz, hogy előrébb jussunk? Hát most edzés. Én is sportoló voltam, ökölvívó. Tudom, ha keményen edzettem, volt eredmény. Ha gyengében, akkor volt verés is. Mind kell változtatni szerinted, hogy sikeresebbek az legyenek? Az egész csapaton. Az egész. Na hát sommás, meg részletekben menő vélemény is volt. Edzeni kell. Az a jó hír, hogy azért edzenek a fiúk, úgy tudjuk, hogy nem edzés nélkül készülnek a mérkőzésekre. Meg hát a személyi összetétel, két új igazolás jelentettek be ugye az elmúlt napokban. Sőn Szabolcs érkezett, aki valamikor ilyen óriási utánpótlás tehetségként indult, azóta Hollandiát, Amerikát is megjárta, válogatott játékos lett. És hát az a Castrati, aki nem az újpesti Castrati, ezt Szilárd mondta, hogy mindenképpen hangsúlyozzam ki, nem mintha én tudnám, hogy ki az újpesti Castrati, de ez nem az a Castrati, őt most épp a Légia Varsótól hoztuk elő, pedig egy koszovói válogatott játékos. Ugye Petriák elment, tehát hogy úgy tűnik, hogy így darabra-darabra pótolgatja a kirakókat Sallói István, majd meglátjuk, hogy ez minőségben milyen előrelépést hoz, mert nekem őszintén szóval nem ott van a hiányérzetem, főleg, hogyha ezek a szélső játékosok, akiket most hoztunk, beváltják a reményt, hogy ne lenne, aki mondjuk tényleg gyors, meg elfut, meg beadja. A középpályán, aki azt a labdát megszerzi és hozzájuk eljuttatja, az szerintem sokkal nagyobb kérdés lesz ebben a vidiben, hogy ott van-e, vagy lesz-e elég minőség. Szerintem minőségi és mennyiségi probléma is azért van a keretnél, mert ahogy említetted, darabra pótolva van, de az alapvető darabszám sem volt magas. Tehát, hogy a belső középpályásunkon ugye Alef sérült, gyakorlatilag a Pinto az egyedül ilyen klasszikus ilyen irányító, ugye Makarenko most nem is volt a meccskeretbe, állítólag megsérült, vagy ő is hazafelé tart. Állítólag erősen kifelé áll a szénája, de hát ezt nem tudom. Tehát, hogy megy Petriák után hazaigazol, ki tudja. Szóval ebből a szempontból is akkor Fiolát játszhatjuk középpályán, aki ugye robottól, de nem irányító középpályás. Tehát én a középpályán is, pont a Köln ellen is látszott, van elől a három ember, meg van az öt védő, és akkor a középpályások ott futkoráztak a középen. Igazából ez itt a legnagyobb probléma, hogy említetted, és hogy középen nincs, aki megszerzi a labdát, nincs, aki kiszolgálja a támadókat, ez valahogy így elveszett. Minőségileg és mennyiségileg. Érdekes lesz az is, igen, hogy a játékrendszerem, hogy mennyire változtat Boris, ugye ezt az ötvédős, vagy ha úgy tetszik, három középső védős felállást játsszuk most már mérkőzések óta, lehet, hogy ezen is érdemes lenne azért elgondolkozni, hogy ez a legmegfelelőbb ehhez a kerethez, ami pedig a középpályát illeti, minthogyha így ötvözve lennénk, hogy vannak ezek az ütköző emberek, meg akik labdát próbálnak szerezni, és vannak olyanok, mondjuk például az Uri, aki majd talán visszatér, mert hogy visszahoztuk, akik inkább ezt a régi típusú elosztogató pengés vonalat képviselik, csak a mai foci azokról szól, akikben ez így egyben megvan, és ezt azért nyilván nagyon nehéz jó minőségben előállítani ide a vidihez, úgyhogy kíváncsi leszek, mert csatárban amúgy mondjuk a magyar bajnokságra, amire most koncentrálni kell, Zibzivadze és Kodró szerintem megfelel. Csak ott is talán a mennyiségileg még legalább egy vagy kettő kéne, mert ha valamelyik megsérül hosszabb időre kidől, akkor egy csatárunk maradt, egy befejező csatárunk. Ezért még a heti egy meccshez is képest akár eltiltott lehet, akár megsérülhet a másik is, akkor meg már csatár nélkül vagyunk. Az az igazság egyébként, hogy itt ugye Budu Zivzivadze ontotta a gólokat, Kodró sincsen annyira rossz formában, bár ott ugye egészségügyi dolgok is közbeszóltak, és Dárdai Palkó tényleg brutálisan nagy gólt lőtt Kölnben, és ez az egész, ami egy nagyon bíztató kép, és amire szerintem nagyon sokan építették a reményüket, az úgy foszlott szét ezen a visszavágón, hogy egészen hihetetlen, és mindaz, ami előtte történt, itt tulajdonképpen innentől kezdve semmis, tökéletesen semmis. És ez nagyon, nagyon furcsa érzés, és itt láthattuk a bejátszóban is, hogy azért nagyon-nagyon sokan szeretik ezt a klubot. Tehát ebből a szempontból nagyon szerencsés helyzetben van a Vidi, hogy nagyon kitartóak a szurkolóik, a lokálpatrióták, mert
mert mindig ott állnak a csapat mellett, és most tényleg villanthatott volna egy nagyot a csapat. Hát brutális szurkolás ment, ugye az RBD is be lett vonva ebbe a mérkőzés előtti nagy összfelvezető, hangulatkeltő műsorba, ők is megdörrentek rendesen, kiegészülve egész sok külső Budapestről innen-onnan érkezett szurkolóval, tehát tényleg most volt egy olyan háttere a csapatnak, ami nem biztos, hogy egyhamar megint összejön. Meglátjuk, hogy Krisztián is mondta, valószínűleg a kisvárdai egyébként nagyon sima vereség, egy kicsit lélektanilag még ennek a Köln elleni kiesésnek is volt a következménye, bár hozzá kell tennem, nem szívesen, de elismerve, hogy Kisvárdán meg valamit jól csinálnak, most már nem ebben a szezonban először. Igen. És könnyen lehet, hogy nekünk nem a Fradit, hanem hogy a Kisvárdát kell üldözni, meg a Puskás Akadémiát, hogy egyáltalán mondjuk a Nemzetközi Kupa összejöjjön, mert a dobogó már ugye tavaly se jött össze, szerencsés. Hát az még azért reméljük nincsen veszve, de egyébként ez a Kisvárda jó pár évvel ezelőtt még a pofonért jött Fehérvárra. Tehát itt a Bóten talán 4-0, 5-0 is. Hát igen, poénkodunk rajtuk, hogy van 74 légiósuk, meg tényleg a takarítónőt is Ukrajnából szerződtetik, de valahogy olyanokat találnak, akik meg egy rendszerbe illeszthetően jól működnek, és ezt egyelőre itt még csak keressük. Na jó, bocsánat, még egy gondolatot ezt az imént még hozzá akartam tenni, tehát hogy itt Budu Zivzivadze kapcsán is, vagy Dárdai Palko kapcsán is, szóval hogy lehet rúgdosni a gólokat és elindítani egy sorozatot, de szerintem akkor tud szintet lépni mondjuk egy focista a pályán és a karrierjében is, amikor egy ilyen kulcspillanatban egy Köln ellen is meg tudja azt húzni, amit mondjuk előtte a második vagy első selejtező körben is. És ez sajnos nem sikerült szintet lépni, bár a tavalyi jereváni esethez képest sikerült, de nyilvánvaló, hogy ennél azért magasabban van a léc. Igen. Hát én szerintem egy pont Dárdai és Zivzivadze volt az, aki talán ez kevésbé múlt, amikor már mehet focizni a Vidi. Hogy odáig miért nem, az meg megint egy jó kérdés. Ennyit még. Na, de hát hogyha már arról beszélünk, hogy nagy komoly nemzetközi kihívásnak megfelelni, akkor talán mondhatjuk, hogy optimistábbak lehetünk a hokisaink kapcsán, nem mint hogyha az ő most következő nagy megmérettetésük előtt jogosan várhatnánk el a bravút vagy a csodát, de egyrészt jégkorongban ez valahogy megszoktuk, másrészt ők azért ugye most már hosszú évek óta nemzetközi mezőnyben edződve éppen az előző idényben érték el az eddigi legeslegjobb eredményüket, úgyhogy hát óriási a várakozás, csütörtökön Bajnokok Ligája meccset rendeznek a Raktár utcában. Nem tudom, van-e erre reális mérce, hogy mennyivel más kávéház ez, mint akár az Ebel, hogy mondjuk a Red Bull Salzburggal vagy a Vienna Capitalszal mérkőzni, az mennyivel kevésbé nagy kihívás, mint a BEC címvédős védekkel, vagy BL címvédős védekkel, illetve úgy ugye az első meccsen a Zürichel. Van itt hoki szakértő, majd ő megmondja, hogy mit reméltek attól, hogy a Bajnokok Ligájában is bemutatkozhat a Hidrofehérvár OV19. És ki a hoki szakértő valahol? Hát érdekes túra lesz ez a Bajnokok Ligája szerintem a Volán számára. Én valahol titkon reménykedek, hogy itthon a három meccsből legalább egyet, ha nem kettőt nyerünk, és mondjuk idegenben a lengyeleket talán elkaphatjuk. Na de ezt alapvetően a Volán képességeire építed? Vagy lehet ezt látni, hogy mekkora arra, hogy az lehet a szerencsénk, hogy nagyon keveset változott a keret. Tehát a légiósok közül sem cserélődött ki mindenki, és ez itt a szezon elején akár a BL-ben is nagyon jól jöhet, hogy a Kevin Konstantin taktikáját tudja a keret kétharmada. Mit akarunk játszani, mik a szabályok, hogy ez megvan. Szerintem erre lehet építeni, és talán ezért is játszottunk kevés felkészülési mérkőzést, tehát kettőt összesen itt a BL előtt. De valahol meg talán mint egy picit egy kicsit még a szezonra való felkészülés jegyében is zajlik ez a BL, de szerintem ez mindegyik csapatra igaz. Tehát néztem, a Salzburg sem játszott annyival több tesztmérkőzést, mint mi. Érdekes erőfelmérő lesz, érdekes lesz látni, hogy mit szólnak ezek a nagy külföldi csapatok, akár a hangulatos, de azért nem a 21. századi csarnokunkhoz. Az biztos, hogy a hoki ünnepe lesz ez a három mérkőzés Fehérváron. Mire lesz elég, az egy nagyon jó kérdés. Kíváncsi leszek. Én azok után egyébként utolsó emlékképpen személyesen a Volánról, a AV19-ről ugye a döntő, az egyik salzburgi mérkőzés, ahol személyesen ott voltam meg a világ elődöntőjén, azok alapján, amit ott láttam, meg hát nyilván amit utána a tévében,
egyáltalán nem féltem a csapatot ettől a kihívástól sem. Tehát például az Augsburg... Bennük ugye... pontosan ott van ez a flow, hogy ott nézed akár szurkolóként, vagy újságíróként, és azt mondod, hogy ez a mi csapatunk. Igen, visszautalva a Vidire, talán mondhatjuk, nyilván itt is nagyon sok mérkőzésről beszélünk, hogy amit soha nem éreztünk hoki csapatunkon, legyen szó akár a válogatottról, akár a Volárról, hogy bárkivel szemben ne úgy mentek volna fel a jégre, hogy hát mi megcsináljuk, amit mi tudunk, azon nem újjon. Tehát azon nem újjon, hogy mi be vagyunk szarva. Most akkor már sokat szó használva ezt a nem túl szalonképes kifejezést, és nyilván ebben most is reménykedhetünk. Nem tudom, Zsombor, hogy te tudod-e, mert én bevallom, nem figyeltem, hogy például egy Salzburg mire szokott menni a Bajnokok Ligájába, meddig szokott eljutni. Láttuk ugye az Osztrák Liga döntőjében, hogy szoros meccseket tudunk játszani a legnagyobb tétért az Salzburggal, hogy ebből ki lehet-e indulni. A csoportkörben, ha jól emlékszem, tavaly a Salzburg továbbütött, és pont a Red Bull Münchennel játszottak, ami ugye egy kicsit így vicces volt, és ki is estek. De hogy, az, hogy nem. Igen, kiestek, de elég szoros volt talán a párhas, de nem mernék rá nagy tétet rakni, de hogy azért a csoportkörből már továbbütött valamelyik Ebeles vagy Einszécsel csapat. Ezért mondom, hogy kisebb szerencsével talán ez nekünk is összejöhet, de tényleg ezt inkább egy élményként kell megélni, mint a szurkolóknak, mint talán a játékosoknak is. Tét nélkül játszani 5 vagy 6 jó mérkőzést, aztán meglátjuk, hogy mi is jön ki belőle. Szerintem az edző személye, nem mondom azt, hogy biztosan garancia arra, hogy lehet itt is esélyünk, vagy tudunk valamit villantani, de az, hogy Kevin Konstantin ugye nevesebb bajnokságból jött ide, szerintem ez azért nagy löket lehet a srácoknak, vagy nagy segítség lehet ahhoz, hogy egy ilyen közeget hogy kell feldolgozni, vagy hogy kell hozzáállni. Szerintem ebben az edző nagyon sokat segített. Hát meg az az igazság, hogy azt ő elmondta egy interjújában, amit televíziónak, Fehérvár televíziónak adott, hogy azért azt, amit ő itt megtapasztalt az ifja Bocskai Gábor jégcsarnokban, szóval az valami elementáris, és ez őt nagyon inspirálja. És most már pontosan tudja, hogy mit jelent ez a fehérvári hoki DNS. Ez nagyon fontos szerintem az ő esetében, és azért ez nagy dicséret egy amerikai szakembertől. Nagyon ritkán, mostanában azért már ritkán fordul elő, hogy olyan csapat érkezik, amelyik eddig nem, majd most egyébként ugye az Osztrák Ligában is lesznek azért liga újoncok, nekik is érdekes lesz, és hát az első élmény mindenkinek az a döbbenet, amikor gyakorlatilag a pálya fölé hajló 3000 néző végig üvölti. Ehhez jégkorongban nem sok helyen vannak hozzászokva, és hát erre kíváncsi vagyok, amit Zsombor is mondott, hogy ezt a közeget hogy fogják feldolgozni az ellenfelek. A régi, mindenkinek van egy ilyen sztoria, főleg fociból, hogy jönnek a nagy csapatok ugye a kis magyar stadionokba, és megkérdezik, hogy szép-szép, de hol lesz a meccs. És akkor mondják, hogy hát itt, mert ez nem az edzőpálya. Most ez a csarnok is olyan, hogy főleg, hogyha esetleg edzenek, nem tudom, bejönnek üres lelátók elé, és nézik, és azt mondják, hogy oké, akkor majd átmegyünk a nagy csarnokba. De ezzel szembesülni szerintem egy profinak is kemény kihívás lesz, akár egy kapusnak, egy védőnek, hogy itt ne hibázzon. Úgyhogy ez biztos, hogy egy érdekes dolog. A nagy kérdés pedig hosszabb távra előre nézve, ha már itt a szezon első adásánál tartunk, hogy ez a tavalyi siker, ez inkább abban fog segíteni, hogy szárnyaljon és tovább épüljön a csapat, ugyanazzal a vezetőedzővel hasonló állománnyal, vagy pedig ez valamiféle elvárásként és teherként fog rá nehezedni, mert azt gondolom, hogy akár a, mindig Ebelt akarok mondani, tudom, hogy nem így hívják már, akár az Osztrák Ligában azt elvárni, hogy döntőt játszod, és ott akkor még egyet előrébb lépve meg is nyeri a csapat, azt azért reálisan nem lehet. Hát nem, a szurkolók felől biztos, hogy lesz azért egy talán egy kicsit megnövekedett elvárás, hogy a döntőbe, vagy a négy közé megint jó lenne bejutni. Az, hogy a játékosok maguk között ugye tavaly is nagyon sokáig nem mondták el, hogy mi volt a célkitűzés, és amikor bejutottunk talán a négy közé, vagy a döntőbe, akkor beszéltek először arról, hogy hát ők egy szezon előtt az öltözőben megbeszélték, hogy döntőbe szeretnének jutni, vagy a legjobb négy közé. Nyilván benne van ebbe a szezonban is, hogy benne lehet. Azért azt látszik, hogy próbál a klubvezetőség is egy kicsit óvatosabban fog a rájátszásba be kell jutni, és akkor ott majd meglátjuk, hogy megint mi lesz. De tény az, hogy egy rájátszásba jutás az egyértelmű cél, tehát míg azért, amikor az elmúlt 4-5 évvel szerettük volna, most azért tényként gyakorlatilag ki van mondva, hogy rájátszásba kellene jutni.
Hogy utána tényleg mi lesz, az meg az adott formaidőzítésen múlik, annyi minden történt még a szezonban, sérülések, reméljük a Covid most nem fog megint beleszólni, azért van rossz sejtésünk, hogy lehet megint... Az áramszámlát ki tudjuk fizetni. Az áramszámlát ki tudjuk, lesz-e fűtés, vagy bármi, szóval ez nagyon hosszú szezon lesz, de jó lapokkal indul a volán, én azt mondom, tehát ez az összeszokottság, ugyanaz az edző, a keret nagy része is ugyanaz, ez ebből nagyon jól kisülhet szerintem. Minden esetre nekem alkalmam volt egy picit megemelni ezt a BL trófeát. Ez alig bírtam, mert van vagy 20-25 kiló. Kérdeztem a sportos élményeidet a nyáron. Hát miért nem mondtad, hogy te a BL serleget is magasba emelted? Csak egy pillanatra. Hári Jancsit megkérdezi májusban milyen volt. Kérdezik, amikor feltölti Gatorade-del és nyakon öntik a Konstantin, hogy más sportágban szokott lenni. Igen, ez a fajta plusz, hogy maradt a vezetőedző, aki ráadásul ugye gyakorlatilag egy szezon alatt legendává vált, hogy milyen részletekben menően elemzi ki az ellenfelek játékát és készíti fel az övéit. Ez az idén is hozhat azért, nem? Magyar Kupa mikor lesz? Szerintem az a szezon egyik legnagyobb kérdése, hogy mikor lesz a Magyar Kupa 4-es döntő vagy 8-as döntő, igen. Hát azért az lesz igazán izgalmas. Most már csak meg kéne. Jelenthet-e valamit akár pozitív, akár negatív értelemre a klub, a csapat életére szerintetek, hogy a vezetőedző közben Magyar Szövetségi Kapitány is lett, amely feladatok egymás mellett nyilván időrendjüket tekintve végezhetők, csak ez mindig felmerül, amikor így megosztottá válik a figyelem. Hát a magyar fiataloknak szerintem minden, akik a volánban játszanak, ez egy plusz löketet adhat, hogy akár egy német Kristóf, ha tényleg jó szezon produkál, én tavaly is hiányoltam a jubjanai keretből, egy picit megmondom őszintén, akkor ők lehet, hogy nagyobb eséllyel juthatnak oda, de nem feltétlenül azért, mert most a Kevin lett a szövetségkapitány, csak azért nyilván jobban szem előtt vannak, remeteg nem a félválogatottot a macból állítjuk össze, mint a jó szokás híven, szóval a fiataloknak, meg a magyar játékosoknak nyilván plusz motiváció lehet az egész szezont nézve, hogyha ott akarnak lenni ugye az alcsoportos világbajnokságon, akkor itt bizonyítanak a klub szinten, akkor jobban szem előtt lesznek, és bejuthatnak a válogatott bő keretébe, vagy az utazó keretbe. Hát jó, nem sok időnk maradt már az adásból, úgyhogy összességében most anélkül, hogy nagyon más részletes témákba belemennék, azt szeretném kérdezni, hogy milyen várakozásaitok vannak. Ugye itt még fölírtam magamnak a kosarasokat, ahol az az érdekes történés van, hogy az egyik légióst már úgy elküldték, hogy még épp hogy csak a felkészülés elkezdődött, nem ment át az orvosi vizsgálaton, ami egy jó hírem úgy, hogy ez kiderült, és nem szezon közben kell cserélgé, meg anyagilag ráfordítani. De ha már beszéltünk erről félig viccesen, hogy majd az áramszámlát kifizeti, meg milyen körülmények lesznek, most megint egy olyan idény előtt állunk, ahol azért nagyon komoly problémákkal fog szembesülni a sport is, és ez már nem a Covid, reméljük, de hasonló lesz talán ahhoz a helyzet, vagy még súlyosabb, hogyha a működési feltételeket nézzük. Lesz-e szerintetek ebből bármi zűrés, akár a szurkolók számára is érezhető következmény? Hát ugye most mindenhol azt lehet hallani, hogy az úszodákat bezárják, valószínűleg Fehérváron is lesz valamilyen szankció ezzel kapcsolatban. Én úgy tudom, hogy ha országos szinten nézzük, akkor a nagy közönség elől valamilyen szinten be lesznek majd zárva az úszodák bizonyos időintervallumban, de a sportolók előtt azért nyitva lesznek, tehát amennyire lehet és amennyire erejükből, pénzügyi erejükből is engedik a különböző önkormányzatok, vagy azok, akik üzemeltetik a különböző létesítményeket, biztos, hogy elmennek a legvégsőkig, hogy ne álljon meg a sportélet ilyen szinten, vagy éppen ezért. A fedett csarnokoknál hát kérdéses. Igen, mondjuk ez az egyik kérdés az nyilván, hogy ki tudod-e fizetni az áramszámlát a csarnokban. A másik kérdés meg az, hogy a vásárlóerő mennyire van meg a szurkolók részéről, akiknek meg a nappalit kell. Nappaliba kell fölkapcsolni a villanyt, meg bekapcsolni a tüzelő kazánt, vagy a fűtés. Szóval hát sok kérdés van ebben a téli időszakban, az biztos. Nem is merek jósolni, meg nem is akarok. Remélem, hogy ezért nem lesznek ilyen végletes, hektikus történések, hogy netán fel kell függeszteni bajnokságot, vagy lesz olyan klub, amelyik esetleg bejelenti, hogy ezt ő nem tudja tovább finanszírozni. Nagyon remélem, hogy idáig nem jutunk el.
Hát reméljük, és akkor a kezdőkör adásaiban is majd a sport eseményekről és eredményekről tudunk beszélgetni. Biztos, Szilárd, hogy a Manchester United is szóba fog majd még kerülni. Most egy kicsit megmaradtunk szűke pátriárkánkban, ahogy szoktuk ugye ezt is poénkodva mondani Kajzival. Úgyhogy hát ez volt az első adás Kajzá Tamás nélkül, lesz még, de majd várjuk azért őt is vendégként ide a kezdőkörbe. És hát minden fehérvári sportbarátnak sikeres szezont kívánunk természetesen. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönöm. A kedves nézőknek pedig a figyelmet. Viszontlátásra. Press start.